Sziasztok, köszöntünk mindenkit ismételten, ez itt a Rázókő, Bereznai Danival. Köszöntök minden kedves nézőt! És Újvári Mátéval. A hétvégén Bahreinbe látogat a szágódó cirkusz mezőnye. Ne felejtjétek, már csak három, azaz három valós futam van hátra. Egy Bahreinben, aztán még egy Bahreinben, csak egy másik pályán, vagyis ugyanazon a pályán, csak egy kisebbé tett, olyan van? Van ilyen szó? Nincs. Szűkített? Rövidített. Ezt a szót kerestem, köszönöm. Még jó, hogy abból élek, hogy beszélek. Szóval egy rövidített pályán, és aztán Abu Dhabi, a világbajnoki cím sorsa mind egyéniben, mind csapatban már eldőlt, de lehet, hogy ez a hétvége hozza majd meg Valtteri Bottas számára a megváltást. Ugye annyit forgott, annyit csúszkált, hogy könnyen lehet, hogy meg Bahreinben nyer. Könnyen lehet? Nem lehet könnyen, mert képzeljétek el, azt írja az időjárás előrejelzés, hogy eső várható szombaton és vasárnap, szóval Bottas lehet, hogy továbbra is botlás marad Valtteri helyett, és Hamilton újra az utolsó helyről is megnyerheti a futamot, bármilyen körülmények között, ahogy mindig teszi. Én nagyon-nagyon várnám Bahreinben az esőt, mert nekem olyannal, nemhogy nincs tapasztalatom, még Google-in is sem láttam, hogy létezhet olyan. Te meséltél nekem valamit? Igen, mert hogy 18-ban vagy 17-ben, nem is tudom, mikor akkor voltam Bahreinben, ugye alapvetően Bahrein az év elején szokott lenni, az is egy áprilisi verseny volt, és megérkeztünk, és esett az eső Bahreinben, áprilisban, ami számomra a totális elképzelhetetlenség fogalma volt, és annyira sikerült ott lebetegednem, nem tudom, hogy pontosan mit kaptam el, vagy mit szedtem össze, de hogy két napon keresztül 38 fokos lázam volt, és ezt mindezt Bahreinben sikerült abszolválnom, ahol ugye azért különösebben nem fázik az ember. De egyébként is egy különös hely, ugye a szokása a pályáknak, hogy a média center, az újságírók vannak, azt nagyon-nagyon, hát gyakorlatilag frigiderre fogyasztják, és valószínűleg ez volt a problémám Bahreinben, mert hogy amikor bementem a média centerbe, 17 fok volt a média centerbe, kimentem 32, és akkor tudod, jacket veszel, leveszed, erre vársz, arra vársz, stb. Úgyhogy fú, nem volt kellemes. De kíváncsi leszek, hogy vajon esős körülmények között látunk-e megint valami meglepetés dobogót, csak úgy, mint a legutóbbi versenyen. Tovább még a Ferrari dominált, idén elég nagyok az otcok arra, hogy ott legyenek, ahol tavaly. Leclerc ugye lerobbant a nagy melegben, de az a pálya amúgy mindig is favorizálta a jó versenyzést, sok lassú kigyorsítása, nagy hátsó gumikopása, jó stratégiákkal, viszonylag könnyű ott előzni, szóval szerintem minden lehetőségünk megvan arra, hogy jól lezárjuk ezt a szezont, és ha már így a szezon végén vagyunk, akkor szeretnénk reflektálni Máté teljesítményére, hogy hogyan hozzám képest. Ugye amikor elkezdtük a rázókő forgatásokat, akkor sokszor csináltunk olyat, hogy én mentem egy kört, egy olyan pályabemutatót, elmondtam, hogy mire kell figyelni, és Máté utána ment ő maga is, és megnéztük, hogy mekkora a különbség kettőnk között, és sokszor ilyen 8-10 másodperc volt, azóta ugye már sokszor játszott, sokat forgott ő is, mi Valtteri, de sok sikert, pontot, győzelmet szerzett nullásai ellen, szóval kíváncsian várom, hogy hogy teljesít hozzám képest, ezért ma úgy gondoltuk, hogy Bahreinbe kéne gyors köröket teljesíteni, és megnézni, hogy megy az ifjú titán. Nyomjuk! Na hát akkor jó szokásunkhoz híven visszatérnénk ahhoz a módszerhez, amikor egy pályán elsőként Dani megy, ha úgy tetszik, egy installációs kört, és megmutatja nekem azt, hogy mire figyeljek Bahrein esetében. Ugye körülbelül 5500 méter hosszúságú pályáról van szó, nem tudom mennyire szereted, mennyire tartozik a kedvenc pályáid közé. Mit kell erről tudni? Az, hogy angos a játék, azt kell erről tudni, hogy az e-sport szezon első pályája volt, és az Alfa Romeo-val egy-kettő helyen végeztünk. És hát én lettem a második sajnos, de azért mert járnót el kellett engedni, mert rossz gumim volt, de azt már elvitattuk egy néhány rázókövel ezelőtt. Nagyon izgalmas pálya, kezdődik egy nagy féktávval 100 méternél, ahol meg se állok, kicsit lecsúsztam a csúcspontról, de a minimum tempó az elég magas, ami azért fontos, mert ha erre a törésre elég leszorító erőt generálsz, akkor padlógázzal megvan, amúgy nagyon nehéz. Ezzel a kanyarral van vége az első szektornak, a pálya teljes terjedelmét ki lehet autózni, Rosberg és Hamilton itt csatázott nagyot. A középső szektor, hát itt lehet sok időt nyerni vagy veszteni, ez a technikás része, egy gyors S-kombináció után egy kifele dőlő jobbos hajtű, aminek a csúcspontjáról nagyon könnyű lecsúszni, és aztán itt a kerék blokkolások ágya, ugyanis itt nagyon elkönnyülnek a belső kerekek, és nagyon-nagyon könnyű blokkolni azokat.
De nem is baj az, csak legyen meg a csúcspont, és ne repüljünk le a pályáról. Még egy két kanyar a második szektorban, egy derékszögű balos, aztán egy padlógázas jobbos következik, és utána egy újabb trükkös hajlított féktáv, ahol nagyon-nagyon könnyű elveszteni a stabilitást, de innen rendkívül fontos a kigyorsítás, és az, hogy ne érvénytelenítsük a körünket, mivel ez egy, azért egy jó 10 másodperces hosszú padlógázas szakasz. Az utolsó kanyarban magas, belül a lázókő, ezért azt megkerüljük, újra egy késői csúcsponttal, hamar kiegyenesített kormánnyal a kigyorsításra összpontosítunk, kinyitjuk az állítható álcsószárnya, és ez egy kör Bahrainből. És most megyek egy kicsit erősebbet is, amiben nem beszélek, aztán megnézzük, hogy milyen messze van tőlem Máté. Hajrá, Dani! Hajrá, Dani! Mi a... Kivágjuk. De előző kör azért nem volt szám. Nem volt jó nem? Azért. Nem volt jó sem. 155-kel a világon is, nem? És már régen mentem ezzel a pályán. Mi? Jajajajajaj, és eldobja! És megforog! Valtteri Bottas megforog! Nem jó a fél! Na, ilyen az, amikor én szenvedek folyamatosan. Mi az a stabilitás? Össze-vissza csúszkálni majom a jégen. Ez az ki életem az elmúlt hónapokban. Mindig... Mi? Rá, össze-vissza rászkódsz. Lehet a DAS rendszert használod, nem? Azért ilyen. Valtteri! És miért ilyen messziről kezdjük újra? Lehet, hogy egy fordított napot tartunk. Mondanám majd Dani, mire figyeljen. De csak ilyen aranyköpéseket tudnék mondani, ami szerint ne dobd el! A kanyarban kanyarodj! Egyenesben gyorsan menj! Itt az idő jobb felső sarok. Azt javítsd már meg! Na, most nem neki mondom, mert koncentrál, nektek mondom. Régen a nagy magyar edzők a foci meccseken azt mondták a játékosnak, ne mellé rúgd! A kapuba! Körülbelül ilyen instrukciókat tudnék most adni neki. Megint szar. Mert hozzáérek. Na, látjátok, hogy ennyi e-sport szinten hozzáértem ahhoz a rázókhoz, 2,5 tized, hogy mehetsz takarítani a rohadt életbe. Na, a kövi kör a kör. Kövi kör az utolsó, mindig így kell neki menni. Az utolsó lesz a következő. 24.498. Nagyon közel a várt eredményhez. 49. ezzel az idővel a világranglistán. De Bereznai ezzel nem elégszik meg! Neki ez rohadtul nem elég! Egy pole pozíció? Meg Tiffany Cromwell? Kevés! A Bereznai jobb, mint Bottas. Neki veselkedik. Elveszik a körét! Elveszik! Ott a dráma! Így megy e-sporton is. 2 órája csináljuk, de nem baj. Bahrainben, ha elmentek egyszer, miket tudtok megnézni? Ott a Forma 1-es pálya, ott a nagy meccset, és ennyi! Tehát, hogy ennyi van Bahrainben, semmi több, ezen kívül van Pizza Hut is. Dani?
Kár, hogy nem forog a GoPro. Megölülök. Kihullik a hajam. Elveszik a körét megint. Mi folyik itt, kérem szépen? Ez nem volt minden, ennyi. Ezt nem tudom komolyan venni. Tényleg utolsó. A tényleg utolsó. Ez olyan, nem tudom, van-e köztetek olyan, aki esetleg szokott fogadni. Na még egy utolsó. Ez tuti bejön. Aha, ismerjük ezt. Házat, asszonyt, rápakolják. Jó. Jó, a végig jobb vagy a Deltánnál. 400-addal. Asszonyt, házat, most még mindig az jár a fejemben, ilyen nincsen. Le kell halkítani a Mátét, és fel a és rám fogja. És rám fogja. Ezek ugye, amikor a autóban ül az ember, megzavarják például, hogyha a versenymérnökök hozzájuk szólnak. Smooth operator. Smooth operator. Hát kösz. Jaj, amikor akasztják a hóhért. Végre. Beletelt egy fél évenbe, de csak összejött. Egyikötök valamelyik videó alá írta, hogy amikor én szoktam versenyezni, Dani instrukciói közül a legtöbbször elhangzott szó az a fék. Fék, 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 fék. Mintha nem tudnék időbe fékezni. Maga a feltételezés is aljas rágalom. De pattogok, zöld, piros, piros, zöld. Hát ez a kanyar, ez vonuljon vissza. Töröljék ki az F1-ből. Lehet, hogy Dani-nak a rövidített pályán kéne mennie majd. 3,5 kilométer nagyjából. 87 körös lesz az a verseny. 87. Vedem. És elveszik! Elképesztő! És azt lehet látni, ha megfigyeltek Dani arcát, hogy ez már nem az őszinte nevetés. Ez már a kétségbeesés határán elindult. Hogy mi történik most? Hogy lehet ez? Hogy a Bahrainben a szezon elején dobogót szerző Bereznai nem tud egy jó kört összetenni. Nem tud. Végül csak 47. azt hiszem az a köre, amire ő azt mondta, hogy nem jó a világra listán, de fogadjuk el. Neki az nem tetszett. Megint elveszik a körét. Jó, ez tényleg az utolsó. Házat, babát, asszonyt, nem, most, kacsát. Most tényleg az utolsó. Jó, most én nem pofázok, Dali koncentrál. Hát gyerekek, idegességemben megettem egy tálacsokit, de maradt egy kicsi Máténak is. Kaphatok én is. Egy kockát. Kekszes csoki. Nagyon finom. Ezt az adást sajnos nem a Milka szponzorálta. Szabad ilyet mondani, nem tudom. Induljunk. Mentem egy 1.24, 4.26-ot, ami elég gyér, de a 17. helyre rak engem a ranglistán. Tehát ugye nem egy első kettő helyezés. De azért, ha kicsit beszéljük a gyakorlásról, a Time Trial ez egy nagyon jó platform arra, hogy nincs törés, nincsen gumikopás, betöltheted a legjobb játékosok setupjait, és körről körre ugyanolyan körülményekkel mehetsz, nézheted ugye a részidőt jobb felül másodpercről másodpercre fissülve, és így gyorsulhatsz. Viszont nem ugyanolyan a time trialben a körülmény, mint online. Kicsit más a tapadás, más a fizika. Én ezért pont nem is szoktam time trialt menni, mert ugye az e-sport online folyik, vagy LAN-on, de ott is ugye az online fizikai környezetben egyenlő autókkal megyünk. Itt a Mercedes viselkedik valahogy, a Ferrari megint más, a Red Bull megint más. Online ugye minden autók egyenlő, de az egyenlő autó, az meg nem is a Mercedes, nem is Ferrari, hanem valamilyen köztes állapot. És ha valaki ligára készül, vagy online versenyekre, akkor ne time trial be gyakoroljon, mert egyszerűen olyan, mintha futó versenyre úszással készülnénk. Ezek akkor jó, hogy ezt csinálom itt hónapok óta. Ezek mellett... most mondod? Jó, neked mindegy, azon a szinten, de nem érzed annyira még a különbséget. Szerintem
De amúgy, ha online versenyeznél, nyilván neked is online kéne gyakorolnod, de mi most csak köridőket nézünk. Éppen ezért én sem egy online köridőmet vágtam be a videóba, ha nem láttátok, vagy látni fogjátok majd, amit itt futottam. A másik meg az, hogy a legjobbak nem töltik be a legjobb beállításaikat. Én se töltöm itt be az e-sport beállításomat, hanem csak valamit, hogy azért menjen az autó, de az valami szar. De miért nem töltitek be? Mert itt ugye be lehet tölteni a másik beállítását, és akkor látnak, hogy mivel megyünk. Aha. És PC-n, hát az első 15-20 játékos fixen csal, láthatjátok, hogy 3-4 másodperccel jobb a köridő, mint nekünk. Persze, segítségekkel, gyengébb autóval, beállítás nélkül, ez ugye nyilván fizikailag lehetetlen. Igazából ennyi, amit el akartam mondani. Tehát a többiek csalnak, nekem nem jött össze a jó kör, egyébként megforogtam. Gratulálok, Bottas. Valami nem változik. Jó, Csoki? Van egy ütlás, nem, köszönöm. Kifosztottalak ma így is. Máté, 1.30 volt a cél, aztán hamar bejutottál 1.29-be, és utána 28-at lőttünk meg, ami nagyon-nagyon keményen volt elérhető, közel 40-50 percet játszottál, mert volt érvénytelen, 28-9-36, 28-9-53, és utána érvényes 29-6, 29-2, 29-4, 29-7, 29-0-26, itt hitted azt, hogy öngyilkos leszel, de én életben tartottalak. 29-1, egy újabb hatalmas csalódás. 29-7, 29-1, amúgy elég konzisztens vagy most már magadhoz képest, és utána 28-3-mal 3,9 másodpercre került a legjobb időmtől egy olyan pályán, ami sokkal nehezebb, mint Ausztria, ahol kezdtünk, és ugye ott is, amin mindössze 9 kanyar van, ennél nagyobb volt a kettőnk közti távolság, szóval az elmondható, hogy mindenképpen fejlődtél. Egyetlen kicsi csalódás, hogy még mindig ugyanannyi beállít segítséget kell használnunk, mint amennyit régen, de ezen majd talán a tél folyamán kicsit javítunk, mondjuk közepes kipörgős gátlóval először. A versenyvonal szerintem nagyon sokáig fog maradni, de már a fullról a közepes kipörgés gátlóig lemenni, az egy nagy előrelépés lenne. Láthatjátok itt most a köröket, tök szépen ment Máté, igazából a legtöbb időt azt a lassú kanyarokban veszti el, azért mert túl hamar elkezd fordulni, a kijáraton kicsit elfogy előle az út, akkor kell gázon állni, amikor még fordul, és akkor vagy a kipörgésgátló nem enged ugye nagy nyomatékot, emiatt veszít időt, vagy konkrétan megcsúszik és amiatt veszít az időt, de például a középső kanyar szektorban az S-ek, vagy az első szektor utolsó kanyarja az a középgyors jobbos, vagy a balos például a második szektor legvégén, aztán a padlógázás jobbos, az tök jól sikerült. Szóval igazán büszke vagyok rád, ez a szemkész koordináció már nagyon ott van. Egy kis fegyelem, még kicsit jobban vizualizálni a lassú kanyarokat, és egyből 3 másodpercen belül leszel, és ugye már lassan a konzisztencia is megvan, szóval ahogy vége van az e-sport szezonomnak, és amúgy majd váltunk vissza a rendes játékra, mert ezzel a játékkal én nem tudok online játszani bárkivel, Mátét majd az online vizekre is bedobjuk, és ott lesz aztán a káosz, mert ugye online nincsen flashback, meg ilyenek. Újra vágjuk, Dani megszerkeszti a vágó asztalon. Igen, igen. Szóval arra nagyon kíváncsi leszek, de jó úton haladunk afelé, és ugye még egyszer hangsúlyozom, a Bahrain az egy sokkal nehezebb pálya, mint gyakorlatilag bárhol, ahol eddig mentél, Silverstone, Ausztria, ezek rendkívül egyszerűek ehhez képest. Igen, én is éreztem, hogy annyira nem volt egyszerű pálya, az volt a dühítő, és nyilván nem vágjuk be, vagy nem volt itt a videóban az egész elmúlt egy óra, hogy végig éreztem, hogy hol vannak azok a pontok, ahol tudok javulni, és volt korábban olyan, hogy azt éreztem fél órán keresztül, hogy köröztem, és mondom, ebben nincs több. Nem tudom, hogy lehetne ezt jobban megcsinálni, és most éreztem, nem csak azért, mert te mondtad, hanem folyamatosan, gyakorlatilag az a két visszafordító volt az, amin billegtem, nagyon ideges voltam egyébként, tehát Daninak viccesen mondtam, hogy én tiltre kerültem. Aztán tényleg ő, de meg tudod csinálni, nyugi, minden rendben lesz, stb. És így jött össze, de az, amit sokszor mondtam már, hogy egy versenyen ti állandóan, nem tudom, fél órán keresztül ugyanazt a kört ugyanúgy tökéletesen veszitek be, én meg itt egy körrel szenvedtem ennyit, szóval ez iszonyatosan lefáraszt fejbe. Igen. Jó, köszönjük, hogy velünk voltatok, és megnéztétek ezt a videót.
iratkozzatok fel az Unibetnek a YouTube csatornájára, és a kommentekben természetesen várjuk azt, hogy milyen egyéb kihívásokat látnátok tőlünk, illetve hogy szerintetek Bottas Hamilton világbajnoki címét követően nyere újra futamot a Forma 1-ben, ezúttal Bahrainben. Igen.